Mi viszont megyünk tovább. Angela Merkelt óriási felelősség terheli az ellenőrizetlen tömeges migráció miatt, jelentette ki Werner Patzelt, német politológus, az összehasonlító politika tudomány professzora az Echo televíziónak adott interjúban. A neves német politika tudós és konzervatív véleményformálót a Matthias Corvinus Kollégium migrációs konferenciájának résztvevőjeként kérdezte Velkovics Vilmos. My special guest tonight is Werner J. Patzelt. Ma esti különleges vendégem Werner J. Patzelt, aki a Szászországi Kereszténydemokrata Unió tagja és a politikai tudományok professzora a Dresdai Műszaki Egyetemen. Köszönöm, hogy időt szakított az interjúra. Ön annak a CDU-nak az aktív politikusa, amely párt parlamenti frakcióvezetője hatalmas vitát kavart azzal a kijelentésével, hogy a jövőben akár muszlim kancellárja is lehet Németországnak. Miképpen javasolhat valaki ilyesmit? Most ezt egy vitaindító kijelentésnek szánta, hiszen nincsen semmiféle szabályozás arra, hogy a német kancellárnak milyen vallásúnak kell lennie, és hogyha egyre több muzulmán lesz nálunk, egyre több politikus is lesz, aki muzulmán háttérrel rendelkezik. Úgyhogy lehet, hogy nem zárható ki, hogy egy muzulmán elnök vagy egy muzulmán kancellár fogja vezetni országunkat. Lehet ezt alkotmányjogi szempontból nézni, kivitelezhető-e, illetve társadalmi szempontból. Ami abból fakad, mi az, ami a következő évek esetleg várható. És itt most pontosan arról volt szó, hogy 2-3-4 év múlva esetleg lehet egy muzulmán kancellár is, de ezt a népesség nagy része túlzásnak tartja. Rendben, de az önök pártja egy keresztény párt. Nem gondolja, hogy komolyan kellene venni a párt nevét? Szerintem ez egy nagyon fontos probléma. Kelet-Németországban a kereszténydemokrata párt a CDU kisebbségben van, amely nem mondhatja el, hogy csak a keresztények pártja. Éppen ezért a CDU-nak a profilja a következőképpen kellene, hogy kinézzen. Egy olyan párt, amely a szakpolitikai tevékenységét keresztény elvekre, értékekre alapozza, amelyet a kereszténység alakít, ugyanakkor a CDU-nak a más vallásúakkal is jóba kell lennie. Ami egyébként semmi újdonságot nem jelent, hiszen Németországban nagyon sokféle vallás van jelen. Ha értékekről beszél, akkor a muszlim értékek, illetve az iszlám értékei nagyon messzire állnak a keresztény értékektől. Igen, itt az a probléma, hogy nincs olyan, hogy az iszlám. Nagyon sok irányzata, megjelenési módja van. Éppen ezért manapság azzal a kihívással kell szembenéznünk, hogy vannak reformmuszlimok, és aztán persze vannak autoriter államok is, ahol át akarják alakítani a vallást, vagy olyan mélységig megváltoztatni, ami egy pluralista demokratikus társadalomból nézve nem elfogadható. Ott van például a politikai iszlám Szaúd-Arábiában vagy Iránban, az ottani társadalmi berendezkedés semmiképpen sem hasonlítható össze a németországival. Ennek a kihívásnak a kezelése német szempontból, ahol a CDU kormányon van, nem összeegyeztethető. Az alternatíva Németországnak párt népszerűsége növekszik, és ők nagyon nyersen fogalmaztak. Azt mondták, az iszlám fenyegeti a társadalmat, ezért növekedik a párt. Igen, ezek a pártok azért növekszenek, mert abból indulnak ki, hogy ők az iszlámról beszélnek. Az iszlámnak különböző ágai léteznek. Azt mondják, hogy minden, ami úgy néz ki, mintha muszlim lenne, vagy az iszlámmal kapcsolatos, azt el kell különíteni. Ez a gyakorlatban nem működik, hiszen 2 millió német van, akik muzulmánok. Ettől a muzulmán kisebbségtől nem lehet megszabadulni. Őket integrálni kell az országunkba. Okay, but if you're open to the Muslims. Rendben, de nem tartanak attól, hogyha a muszlimok felé annak lesz egy ellenhatása a CDU hagyományos értékeket követő történelmi bázis a részéről. Ennek a veszélynek a tudatában kell lennünk. Mi egy olyan párt vagyunk, amely keresztényekből áll a keresztényekért. Egy szekularizált, azaz egy elvilágiasodott társadalomban a választásokon 5-10-15-20%-ot érnénk el, és ezt nem szeretnénk. A legújabb közvéleménykutatások szerint a németek 40%-a szerint a menekültek 2015 utáni beáramlását nem tudták kezelni. 60% szerint tudták, de 50 azt mondja, hogy ez nem sikerült. Nem lát ebben veszélyt az önök társadalma számára?
Mi ezt túl fogjuk élni, de ezt nem egy nyitott gazdag társadalomként fogjuk megélni, mint amilyen Németország volt a migráns áradat előtt, hanem egy olyan propagandán keresztül, amelyet a tömegmédia közvetítésével egyes tudósok terjesztenek, akik szerint a CDU nyit a szociáldemokraták felé is. Ez nagyon sok pénzbe és időbe fog kerülni, és még ilyen körülmények között sem lehetünk biztosak abban, hogy Németország visszanyeri a migráns krízis előtti arcát. Az európai választási kampány kapcsán folyik egy vita Európában. Ebben a migráció jelenti az igazán égető kérdést. A CDU migrációpárti vagy migráció ellenes párt? A CDU migrációpárti abban az esetben, ha bizonyos társadalmi és gazdasági okokkal ez magyarázható. Ez szakképzett és művelt bevándorlókat feltételez, akik be tudják tölteni a megüresedett munkahelyeket, például az egészségügyben. A CDU ezt támogatja. De az önállóan elindított tömeges migrációval nem értünk egyet, hiszen akik így érkeznek országunkba, azok nagy része nem szakképzett, ugyanakkor jelentős terhet rónak az ellátórendszerre, és nagyon nehéz kitoloncolni őket. Ma már úgy gondoljuk, hogy Angela Merkel óriási felelősség terheli az ellenőrizetlen tömeges migráció miatt. Ha a gazdaságról beszélünk, úgy tűnik, hogy az önök érvei nagyon közel állnak a liberálisokhoz. A liberálisok részéről van egy konszenzus, amely szerint a migráció jó dolog, mert attól gazdagabbá válunk, Németország gazdagszik általa. A személyes véleményem az, hogy a migráció önmagában nem tesz egy országot gazdagabbá, csak a magasan szakképzett, motivált emberek teszik azzá. A 2015-ös németországi migráció egyetlen motivációja a német társadalom biztosítási rendszer volt. Ez nem hogy gazdagabbá, mint sem szegényebbé tette a német társadalmat, és nem utolsó sorban a német költségvetést, ugyanis ezeknek az embereknek az ellátása óriási költségvetési pénzeket emésztenek fel. A mi migrációs politikánk tehát sajnos egy kudarc. Mit vár a májusi európai parlamenti választásoktól? A pártjuk esetében milyen eredményre számítanak? Reménykedünk abban, hogy a CDU vezetésében elindult változások azt fogják eredményezni, hogy még kevesebb német fog szavazni az AfD-re ezért, hogy ezzel is befolyásoljuk a CDU politikáját. Ígérem, utolsó kérdés lesz. Mit gondol a Fidesz jelenlegi helyzetéről az Európai Néppártban? Én tragédiaként élem meg. Nagyon fontos lenne, hogy egy nem baloldali és centrista, hanem egy kereszténydemokrata párt megfelelő együttműködést tudjon kialakítani. Azt nagyon sajnálom, hogy a feszültségek egyre élesebbé váltak, és a kapcsolatok befagytak, de talán a tavaszi EP választások során ez a fagyos viszony enyhülni fog. Legalábbis ezt remélem. Herr Patzel, danke vielmals. Gerne geschehen.